definitívne da, myslím, da. Nagyon csalódottak vagyunk. Elég szaggatott volt a játék, mindkét kapu veszélyben forgott az első játék részben. Izgalmas meccs volt. Az volt a legnagyobb problémánk, hogy hiába voltak szép labdaszerzéseink, egyből visszaadtuk a játékszert a hazaiaknak, a Debrecen pedig van olyan jó csapat, hogy ezeket a hibákat kegyetlenül megbüntesse. Az az igazság, hogy jól kezdtük a találkozót, rájuk mentünk, meg is voltak ott a helyzeteink, aztán azt nem sikerült belőle, eljöttek egyszer és gólt lőttek. Ez egy kicsit ilyen hideg zuhany volt, de utána gyorsan megfordítottuk a mérkőzést, 3-1, utána pedig egy kóbor labdából megint gólt kaptunk, tehát igen, ilyen adok-kapok volt, de... Az, hogy fölvállalta a Puskás a támadást, végül is nekik pont kellett volna, és mikor megfordítottuk 3-1-re, akkor valamit nyilván kellett, hogy támadjanak, mert másképp akkor nem tudnak pontot szerezni, így se tudtak, hál' Istennek, mert nagyon szép támadás után meglőttük a negyediket. Utána sajnos itt a végén volt, reméljük, hogy nem sérülés, de jobbnak láttuk, hogyha ha előny tudatába lehívtuk a Holman Dávidot, lehet, hogy csak begölcsölt a combja, meglátjuk majd.